Európa szerte visszavetheti a zöld célokat az ukrajnai háború miatti energiahiány. Ausztriában például újra nyitnának egy széntüzelésű erőművet azért, hogy az orosz szállítások kiesését ellensúlyozzák. Arra készülünk, hogy a gázszállítások bizonytalanok lesznek ahhoz képest, mint amit megszoktunk az elmúlt években és évtizedekben. Mindent meg kell tennünk azért, hogy a gáz felhasználását kiváltsuk. A szén egy lehetséges erőforrás abban, hogy csökkentsük a gázfelhasználást, mondta egy osztrák erőmű mérnöke, Christoph Kurzmann-Friedl. Ausztria mellett Németország és Franciaország is a szénerőművek újraindítását javasolja, ezzel azonban veszélybe sodorják az EU klímacéljait. 2030-ig 55%-kal kellene csökkenteni a kibocsátást, 2050-re pedig teljes karbonsemlegességet kellene elérni a gazdaságban az egész unióban. Sokkoló az, hogy megengedjük magunknak a szénerőművek visszatérését, hiszen ezek kétszer annyira szennyezőek, mint a gázerőművek. Sokkoló az, hogy ezt megengedjük, ahelyett, hogy a fogyasztást próbálnánk csökkenteni, például nagyon aktív közösségi kampányokkal, ahogy a múltban is tettük, mondta a Jacques Delors intézet elemzője, Genevieve Pons. A klímavédők azt szeretnék, ha az Ukrajnában zajló háború hatására a tagállamok gyorsabban lépnének a kibocsátás csökkentés irányába. A 2030-as klímacélok ugyanis érvényben maradtak a háború ellenére is, 2030 után pedig még gyorsabb dekarbonizációra van szükség az uniós célok értelmében.